Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják 2023-ban először. Köszöntöm a stúdióban Márki-Zay Péter polgármestert, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és boldog új évet mindenkinek! Hát, hogy mennyire lesz boldog ez az új év, nem tudjuk, de az új év első legfontosabb híre, bár nem kedvező híre, az volt, hogy egyedül megyei jogú városként Hódmezővásárhely nem kap a rezsikompenzációból, és nem csak egyedüli megyei jogú városként, hanem Csongrád megye 10 000 főnél népesebb városai közül is Hódmezővásárhely az egyetlen, amelyik nem kap a kormánytól rezsikompenzációt. Vajon miért? Hát én nem tudok másra gyanakodni, mint hogy Lázár János, aki eddig ezzel fenyegette Hódmezővásárhelyet, hogy nem fogunk kapni, valahogy sikerült, hogy elérje, hogy tényleg nem kapunk. Minden más tisztességes, normális, épeszi, fideszes képviselő az a városáért lobbizott, és nem ellene. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyértelműen politikai döntés. Hozzáteszem, hogy nincs semmilyen épeszű magyarázat. Ott voltunk, beadtunk a szükséges... Személyesen ott voltak? Személyesen tárgyaltunk Balla Györggyel. Az első héten a legelső városok között volt Hódmezővásárhely, aki leült, 45 percen keresztül tárgyaltunk a miniszteri biztos úrral. Ő még akkor nagyon optimista volt, arra is ígéretet tett, hogy a város uszodája az a támogatott uszodák között lesz, ugye ez már decemberben kiderült, az illetékesek csak széttárták a kezüket, hogy sajnos a politikai akarattal szemben nem tehettek semmit. Tehát már ott látszott, hogy az uszodáknak is járt volna legalább 70-80 millió forint támogatás, már ott éreztük azt, hogy politikai ellenlábasaink értéke, hogy ne kapjon. Tehát mondjuk, ha Lázár Jánosnak a fia ebben az uszodában edz, és ő nemhogy nem tesz meg semmit, hanem tételül nézi azt, sőt, tevőlegesen azért dolgozik, hogy ne kapjon az úszoda, ne kapjon a város támogatást. Én azt gondolom, hogy ez végtelen fölháborító és erkölcstelen dolog. Később akartam szóba hozni az úszodát, de ha már itt tartunk, akkor a szegedi vízilabdások itt edzenek a Vásárhelyi Igen. úszodában. De vajon meddig tudják ezt tenni? Már ők, hogyha kinyit a Tiszavirág újra Szegeden, akkor visszamennek, de Vásárhely meddig tudja nyitva tartani, hogy így, hogy nem kap a kormánytól támogatást az úszoda? Hát ugye január 1-ig nekünk a tavalyi áraink még megfizethetőek voltak. Ahhoz képest többszörösére emelkedett ugye a mostani energiaárunk. Összességében a 2021-es évhez képest már tavaly is háromszorosát fizettük, most 7-10-szeresét fizetjük a 21-es év árainak. De valóban mi úgy döntöttünk, hogy addig, amíg bér, és hát a tavalyi évben jól állt a város, tehát a tavalyi évben nem volt indokolt, a díszkivilágítást is megtartottuk, hiszen még azok az árakat meg tudtuk fizetni a városnak, meg volt a pénze, a tavalyi évet nagyon jól, nagyon sikeresen teljesítettük. Az idei év megemelkedett árai, és az idei év anyagi nehézségei egészen új helyzetet teremtenek, tehát természetes, hogy most már az úszoda bezárásáról beszélgetünk. A strand, tehát a nyitott, fedetlen merencék, azok természetesen tovább fognak működni, nem akarjuk bezárni őket. A fedett úszoda részt azt vagy teljes egészében be fogjuk zárni, vagy hogyha kimutathatóan a költségeket az edzőtáborok, illetve a sportolók által fizetett díjak, azok fedezik, akkor nyitva tartjuk. Tehát nem hobbiból akarjuk bezárni, hanem a városnak az anyagi terheit nem tudjuk tovább növelni. Mikor dől ez a... Ez már most, mai nap egyeztettem Katona Zsolt fürdővezető úrral, és ebben maradtunk, hogy kiszámolja, hogy ki tudja hozni nullszaldósra az 50 méteres medence üzemeltetését a fedetben, vagy mindenki megy a nyílt fedetlen medencébe a strand részre. Térjünk akkor vissza a rezsikompenzáció egészére. Nem lehet, hogy túl jól sikerült a menedzsment terve a városnak, és ezért nem kap Hódmezővásárhely kompenzációt, mert ugye Gulyás Gergely a rendelet tehát bevezető szövegben azt írta, hogy olyan szempontok voltak, hogy készítette el az adott önkormányzat a menedzsment tervet, meg persze az is, hogy az egylakosra jutó iparűzési adóerő képessége milyen a városnak. Melyik lehetett az ok? Csak a menedzsment terv lehetett Tehát túl négy, jó. Négy szempontot tudok mondani. Az egyik az a menedzsment terv. Én egyeztettem még fideszes polgármesterekkel is ebben az időszakban, hiszen a megyejogú városok következtek először, tehát mondom, a legelső héten mi voltunk ott a 150 településből, meg fideszes települések többek között, tehát mi tudjuk, hogy pontosan, hogy például a Kaposvárhoz képest Hódmezővásárhely körülbelül arányaiból ugyanannyi. Ők körülbelül kétszer akkora többletköltséggel és majdnem kétszer akkora megszakadítással számoltak, mi körülbelül hasonló többletköltségeket számszerűsítettünk, és a megtakarításaink is helyén valóak voltak, tehát leadtuk mi is ugyanezt a tervet. A személyes egyeztetés a második szempont, még egyszer mondom, nagyon
nagyon optimistán álltunk föl, nem tudván, hogy mikor is lesz a döntés, hát decemberig zajlottak ezek az interjúk, tehát januárra ígértek döntést, ez nyilván be is következett. Balla Györggyel és a minisztérium a képviselőivel, tehát személyesen egyeztettünk, és mindenbe készségesen rendelkezésükre álltunk. A harmadik szempont az az volt, hogy milyen, és igazából ezt nevezték meg valóban kormányszinten, mennyire rászoruló egy település, milyen adóereje van, mennyire tudja saját maga megoldani a helyzetéből adódóan. Hát azt kell mondjam, hogy Hódmezővásárhely a fideszes vezetéstől megörökölt adósságokat nyögi még mindig. Ezt az adósságot mi az elmúlt 5 évben kevesebb mint felére lecsökkentettük, tehát a 10,6 milliárdból már csak 4,6 milliárd forint tartozás van. De amit itt nem is számszerűsítettek, hogy nekünk mintegy 620 millió forint többlet kamat terhünk van az idén. Tehát a Lázár Jánosétól megörökölt adósságra a város a kormány hibás politikája miatt megugró kamatok, ami több mint 10%-kal magasabb kamatot jelent erre a 4,6 milliárd forintra, összességében 600 millió forint kamatteher hárul, most extra kamatteher hárul a városra a tavalyi évhez képest. Tehát ezt még nem is raktuk bele, de mi a rászoruló városok között vagyunk. A 25 megyei városból Hódmezővásárhely a legszegényebb 3 település között van. Tehát abszolút indokolatlan az, hogy a 25-ből 24 kapott, és Vásárhely az egyik legszegényebb település, és itt megint azt tudom mondani, hogy hát 30 év fideszes vezetés után szégyen, hogy Hódmezővásárhely a legszegényebb megyei városok között van. De ha már így adódik, akkor abszolút indokolatlan, hogy pont Vásárhely ne kapjon támogatást, hiszen a legszegényebbek között vagyunk, a legalacsonyabb adóerővel rendelkező között vagyunk. És volt egy harmadik vagy egy negyedik szempont is, ezt Lázár János szokta alkalmazni, hogy mennyire takarékoskodik saját maga a város. Hát meg kell nézni, Hódmezővásárhely sokkal takarékosabb volt, mint az átlaga, 3200 település átlaga. Volt egy-két dolog, amit nem tettünk meg, mi a közvilágítást nem kapcsoltuk le, de hát a többi település többsége sem kapcsolta le a közvilágítást, tehát erre nem lehet ezt fogni. Egyébként én például nem tudok még egy olyan települést, ahol a létszámot annyival csökkentették volna, mint mi. Tehát mi tényleg minden egyes területen megnéztük, hogy hogyan tudunk takarékoskodni. Energiával a strand energiafogyasztása novemberben már közel a felére esett, egy olyan 40%-kal csökkent, 35-40%-kal csökkent például. Tehát mi minden egyes, bezártuk az emlékpontot, a múzeumot és a többi. Tehát meg összeköltöztettük a városi cégeket, és beköltöztek hozzánk a hivatal épületébe, a városháza épületébe. Tehát mi minden egyes területen megnéztük, hogy hogyan lehet meghúzni a nadrágszíjat, hogyan lehet olcsóbban, hatékonyabban gazdálkodni, kevesebbet költeni. Tehát a takarékosság terén is megérdemli Hódmezővásárhely a támogatást. Tehát nincs olyan szempont, amivel meg lehetne indokolni, hogy miért pont Hódmezővásárhely az egyetlen 40 ezer feletti város az országban, aki nem kapott támogatást, a megyében az egyetlen 10 ezer fő feletti, és az egyetlen megyégú város. Ezt csak politikai akadályoztatással lehet megmagyarázni. Ahogy Siófok polgármestere most megköszönte az ottani fideszes képviselő segítségét abban, hogy megkapta, hát én is gratuláltam János, Lázár Jánosnak, hogy úgy látszik, hogy kemény munkával ő elérte, hogy Vásárhely az egyetlen, aki nem kap támogatást. A múlt inkább azt mutatja, hogy nem az kap, aki takarékosan működik, hanem az kap, aki eladósodik. Ugye ismert tény, hogy 2012-2014 között az önkormányzatok nagy adósság elengedése idején Hódmezővásárhelynek több mint 22 milliárdos adóssága volt. Az egyfelől adósságban Lázár János többször bajnok lett az országban. Valóban ő eladósította Hódmezővásárhelyet, hát hogyha ez az elvárás, akkor természetesen ennek is meg tudnánk mi is felelni, nem akartunk. Mi eddig az ő adósságát fizettük vissza. Hogy fog működni a város a következő hónapokban, fél évben? Takarékos, normális üzemben, ameddig van pénz, vagy pedig már is durva megszorításokkal, még most, amikor van a számlán pénz, még van tartalék? Tehát azt kell látni, hogy a tavalyi évet lezártuk, a tavalyi évre volt egy költségvetésünk, a tavalyi évben még az alacsonyabb energiaárakat fizettük egészen december 31-ig, és tavaly átlagosan egy-két milliárd közötti pénz szabadon felhasználható forrás volt a város számláján, tehát a fejlesztéseinket is igyekeztük végigvinni. Tehát a tavalyi évet lezártuk sikerrel. Az idei év a kormány elhibázott politikája miatt óriási, megugrott inflációt, élelmiszerár emelkedést, építőipari ár emelkedést, béremelkedést, ha nem is akkorát, mint az infláció, de a mi költségeinket tekintve ez is egy óriási nehézség természetesen. Ezt hozta az idei, és az energiaárak. Nyilvánvalóan a benzinköltségeink, az üzemanyagköltségeink a városnak is megugrottak. Egészen más feltételek vannak. Tessék elképzelni azt, hogy van egy 23%-os infláció.
ami bennünket jobban érint, az élelmiszer, az építőanyag és az energia, az még e fölött van az infláció tekintetében, vagy a benzin. Tehát bennünket még a 23-nál is nagyobb infláció érint. Körülbelül 11 milliárdos működési költségeinkben, tehát mintegy 2,5 milliárd forintnyi növekmény van tavaly évhez képest. Tessék elképzelni, hogy a nagy része ennek, jelentős része legalábbis a működési költség felezetének ugye a különböző kormányzati forrásokból jön, ők szedik be azokat az adókat, amiből az önkormányzatok működnek. Mi nem többet kapunk, mint tavaly a 2,5 milliárdos költség növekményünkhöz, hanem kevesebbet. 6,5%-kal kevesebb támogatást ad a kormány, illetve többet vonna el szolidaritási adóba Vásárhelytől, aki az egyik legszegényebb megyéváros. Ez azt jelenti, hogy mintegy 700 millió forintot elvonnak tőlünk, azt lehet mondani. Ugye nyilván ez attól függ, hogyha most a 3 milliárdnyi körülbelül állami közvetlen állami támogatást nézem, akkor ez azt jelenti, hogy ott egy 200 millió forintos elvonással nézünk szembe, miközben mi költségeink mondjuk 2,5 milliárddal emelkednek. Na tehát ezt nyilvánvalóan sem Hódmezővásárhely, sem más városok nem tudják kigazdálkodni, tehát erre mondjuk azt, hogy természetesen tavaly nagyon sikeres, nagyon jó évet zártunk, az idei év állami segítség nélkül Hódmezővásárhely nem fogja tudni kifizetni a villany és gázszámláit, a megnövekedett kamatterheket, a Lázár Jánostól megörökölt óriási adósságokra. Egyszerűen arról van szó, hogy a kormány hibás gazdaságpolitikájának a következményeit nem lehet a vásárhelyeken bevasalni. Mi természetesen ettől függetlenül mindent megteszünk, okosan és fenntarthatóan fogunk gazdálkodni. Természetesen követeljük azt, hogy jogállami és demokratikus normákat használjon a kormány Magyarországon is. Itt is a vásárhelyi szavazók köztük, a fideszes szavazópolgárok is nem büntethetőek csak azért, mert itt a vásárhelyi városvezetés az demokráciában hisz, meg korrupció ellenes. Tehát ez egyszerűen nem elfogadható magyarázat. Mi azt fogjuk tenni, ahogy eddig is tettük, például a Strandon már most felmértük azt, hogy 20 millió forintos beruházással már az idén megtérülő beruházásokat fogunk végezni, olyan gép felújításokat, légtechnikai és keverő víztisztító technikai felújításokat fogunk végezni, amelyek ugyanennyi energiát meg is takarítanak, tehát most 20 millió forintot beruházunk, és ez már az idén 20 millió forinttal csökkenteni fogja a Strand működtetési költségét, jövőre is és azután is 20 millióval csökkenti, tehát már az idén megtérül. Hasonló beruházásokat kerestünk még, természetesen a Városházának a padlás terét tavaly megvettünk már 10 millió forintért szigetelőanyagot, a mi munkásaink fogják ezt leteríteni, ez a projekt már folyamatban van, föl van termelve, a 45 centi vastag szigetelés a Városháza teljes födémét fogja befedni. Például az egy energiatakarékos megoldás. Már a terveket készítjük a Balogh-Imsi sportcsarnoknak a geotermikus, megújuló távhő fűtésére való átállítására az eddigi gázfűtésről. Hasonlóképpen az Oldalkosár utcai óvoda és bölcsődét állítjuk át éppen megújuló energiára, geotermikus távhőre gázfűtésről, vagy például egyik ilyen nevelési intézményünkben a Hóvirág utcán, ott egy talajszondás hőszivattyúval fogunk fűteni, de most átadott, most megnyílt, Teleki utcai bölcsődében is a teljes energiafogyasztás, hűtés-fűtés, az villamos energiával megy, aminek a 90%-ánál is többet megtermel a napelem, ami föl van szerelve az épületre. Tehát ezeket a megújuló energiás, megtérlő beruházásokat és energiatakarékossági beruházásokat fogjuk továbbvinni, a könyvtárnak a kazánjait fogjuk lecserélni, szigetelni fogunk, ott nyilászárót kell cserélni, például az olvasóteremben egy nagy üvegfal, nagyon régóta ott van, teljesen feleslegesen energiafaló, energiapazarló megoldás, azt saját munkával fogjuk kicserélni. Tehát egyszerűen azokat a beruházásokat vesszük előre, amelyek nagyon gyorsan megtérülnek. Úgyhogy hatékony üzemeltetés, energiatakarékos beruházás, okos létszámgazdálkodás, tehát itt azokra az emberekre számítunk, akik alapvetően hatékonyan jól dolgoznak, nyilván nem tudunk eltartani több embert, feleslegesen nem tudunk több embert eltartani, tehát a minimumra törekszünk. Ami tőlünk telik, azt mi megtesszük. A folyamatban lévő beruházásokat és a város legfontosabb beruházásait azonban tovább kell, hogy vigyük, természetesen nem maradhat életveszélyes a városházatornya. Ami ígéretünk volt például a játszótérfelújítási program, azt be fogjuk fejezni az idén, az utak felújítására muszáj pénzt fordítani az idén, tehát ezeket megcsináljuk. Hogyha a végén, és azt gondolom, hogy minden más magyar településhez hasonlóan, akik most kaptak pénzt, azok is. Tehát azt tessék elképzelni, amit én most mondtam, csak Hódmezővásárhelynek. 2,5 milliárdos többletköltsége lett a kormány hibás gazdaságpolitikája miatti áremelkedések miatt, és
több száz millióval kevesebbet kapunk a kormánytól. Itt most, hogyha bármelyik magyar település ebben a helyzetben van, tessék elképzelni, hogy a szomszédos Makó kapott 150 milliót. A Makónál kisebb Csongrád kapott 300 millió forintot. Szentes kapott 300 millió forintot kerekítve. Tehát ezek a városoknak, ha ugyanúgy milliárdos többes költségei vannak, ez a 300 millióból vagy a 150 millióból Makó nem tudja ezt kiegyenlíteni, de mondhatnám Szeged 1,3 milliárdját is. Az még a megnövekedett áfa terheknek, tehát annyival nőttek a pluszköltségei Szegednek, hogy annak az áfa tartalma is több, mint amit most támogatásba ad a kormány. A kormányhoz több áfa bevétel fog befolyni Szeged megnövekedett költségeiből, mint amennyi pénzt most odaadott Szegednek kompenzációként. Tehát mi ugyan nem kaptunk semmit, de azok a városok, akik kaptak, azok sem tudják ebből áthidalni az összes nehézségüket. Tehát mindenki oda fog jutni, hogyha a kormány a nála fölhalmozódó óriási bevételekből nem menti meg ezeket az önkormányzatokat, akkor mindenki az állam segítségére szorul. És az állam felelőssége, hogyha ilyen helyzetbe juttatta az országot, akkor kezelje is ezt a problémát. Ezt nem az önkormányzatok tudják megoldani. Mi mindent megtettünk, még adót is emeltünk. Tessék elképzelni, mindenki tiltakozott ellen, egyébként most már hatályba lépett a földadó Hódmezővásárhelyen, de a szegények megsegítésére is ebbe egyedülállóak vagyunk. A fideszes településeken bevezettek földadót, emelték a földadót, az ellen nem tiltakoztak, nálunk tiltakoztak. Pedig ez az egyetlen olyan földadó az országban, ami 100%, nagyon kicsi részét kérjük el azoknak az embereknek a bevételéből, az extra bevételéből, akik nem is művelik a földjüket, hanem bérbe adják. Ennek egy nagyon picike részét kérjük el. Sok-sok millió forintos, sok esetben 100 milliós vagyonoknak a jövedelméből kérünk egy alig 10%-nyi részt. Sokaknál jóval kevesebben. És ez 100%-ban, egy az egybe odaadjuk a szegényeknek a városba. Ilyet se csinált még a kormány se, de egyetlen város se. Hogy mi nem magunknak, nem a működésre, nem a jutalmakra, mint a kormány, nem a minisztereknek a milliós fizetés emelésére, hanem kizárólag a szegények megsegítésére kérünk egy szerény hozzájárulást a város fő tulajdonosaitól. Tehát mi mindent megtettünk. Nézzünk néhány kisebb, de mégis fontos hírt. Újra nyitották január 2-án a Szikáncsi kispostát. Hát ebben az önkormányzatnak a szerepe is sajnos ez is volt. A mi pénzünkből van. Tehát a posta, amely egy nyereséges állami cég kötelező feladat ellátásai keretében ő visszavett a szolgáltatásaiból, Hódmezővásárhelyen 3 kispostát bezárt, mi az központtól legtávolabbi és a legolcsóbb támogatással újranyitható postára kötöttünk egy szerződést, és január 2-án meg is nyitott a Szikáncsi posta. Én nagyon örülök, meg is fogjuk ünnepelni. Ritkán van alkalmunk örülni valaminek a kormány politikáját tekintve. Szentesen például a szülészetet zárták be, de nem sorolom tovább, hogy milyen megszorítások vannak az országban, és a korábbi ígéreteket hogyan veszik, mind vissza és szegik meg. Örüljünk annak, hogy a 3 kormány által bezárt posta közül Hódmezővásárhely egyet ki tudott nyittatni. Egy másik szolgáltatásról szóló hír. Hírportálunk a Hódpressz legolvasottabb cikke volt. Több mint 10 000-en olvasták ezt a cikket. Havi nettó 8,8 millió forintért vállalta volna a Vásárhelyi Mártéi Mincenti és Székutasi Orvosi Ügyelet ellátását az egyetlen pályázó az állami normatíván felül, teszem hozzá. Ezt nem fogadták el, de egy átmeneti megoldás született. Mi ez az átmeneti megoldás az orvosi ügyeletet illetően? Hát egy kicsit pontosítok, tehát tulajdonképpen elfogadtuk. Itt azt kell tudni, hogy december elején a parlament elfogadott egy olyan törvényt, ami alapján a Magyar Mentőszolgálat lép be, az Országos Mentőszolgálat lép be, mint az ügyelet ellátója majd este 10 után, de az egész feladat szervezést is a mentőszolgálat veszi át. Egyébként úgy gondolom, éppen a két ünnep között látogattam meg a Vásárhelyi mentőállomást. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kezekben lesz az orvosi ügyelet szervezése a mentőknél. Ráadásul ugye este 10 előtt házi orvosokkal, este 10 után mentőkkel fogják megoldani. Új autókat, országosan több mint 100 új autót fognak ehhez beszerezni. De ezt nem tudják. Hiába jött ki a törvény, hogy január 1-től majd ők szervezik. Ezt nem lehetett ilyen röviden megszervezni. Úgyhogy ütemezték az egyes megyéket. Csongrád megye hírek szerint szeptember 1-től Hódmezővásárhelyen is várhatóan átkerül. Tehát mi most először is kötöttünk a közbeszerzés idejére, január-februárra kötöttünk egy szerződést. Erre gondoltam, hogy átmenetileg. Ez egy átmeneti szerződés, tehát a közbeszerzés értékhatár az 15 millió forint. Mi a 15 millió forintos határig, azaz kevesebb, mint 2 hónapra tudunk most szerződést kötni, ez már él.
január 1-én is élt, tehát folyamatos volt az orvosi ügyelete ellátás Hódmezővásárhelyen, és február közepétől kezdve pedig egy addig gyors lépésben lefolytatott közbeszerzésen, várhatóan szeptember 1-ig, de mindenképpen egy 30 napos fölmondási határidővel megszüntethető szerződést kötünk az új beszerzés nyertesével. Hát mivel általában ez az egy debreceni cég szokott csak pályázni, ezért könnyen lehet, hogy ugyanők lesznek, és remélhetőleg ugyanezzel az árral megjegyzem, tehát nem emelkednek tovább az árak, és akkor ezzel a havi több mint 8 millió forinttal le fogunk szerződni, várhatóan szeptemberig, de Hódmezővásárhelyen tehát folyamatos marad az orvosi és a gyermekorvosi ügyeleti ellátás. Most mi bevezettük azt, ami soha nem volt előtte, ugye a fogászati ügyeletet, az is van most már Hódmezővásárhelyen. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyeleti ellátásban is nagyon sokat léptünk előre az előző városvezetéshez képest, és biztosítani fogjuk az idén is, mindaddig, amíg a mentőszolgálat nagyon helyesen át nem veszi ezt a feladatot. Hírportálunk híre az is, hogy 31 millió forintos támogatást kap a tankerülettől a Szent István iskola. A villamos hálózat felújítását és a világítás korszerűsítését végezhetik el ebből az összegből. Erről egyeztettek-e az önkormányzattal, mert hogy a Szent István iskola is része annak az iskola felújítási programnak, amiről itt most már hónapok, vagy mondhatjuk, hogy évek óta folyik a beszélgetés a kormányzattal. Hát a Szent István iskola mellett ugye a Klauzál utcai, Nándor utcai telephelyek azok, amelyek érintettek ebben az Európai Uniós pályázatban. A mi átcsoportosítási kérelmünkön olyan sokáig ült a kormány, csak most szeptemberben hagyták jóvá, amikor már látták, hogy különben az államnak kell majd visszafizetni ezeket az uniós pénzeket, miközben a vásárhelyi iskolák nem újulnak meg. Szóval most szeptemberben hagyták jóvá az átcsoportosítási kérelmet, de ezen felüli többet költségeket nem engedélyeztek. Viszont az eddigi egyeztetésünk alapján abban partner a kormányzat, hogy ezeket a pénzeket minél teljesebb mértékben el tudjuk költeni. Úgyhogy most először is kiírtuk a pályázatot, várjuk a nyerteseket a három iskola épület felújítására, és most úgy látszik, hogy a 900 millióra tagsált bevétel, jelenleg 570 millió forint áll rendelkezésre, mi még szívesen átcsoportosítanánk további 80 millió forintot, de az akkor is csak kb. 670 millió vagy 650 millió forint körül összeg lesz. Ez a 650 millió ugye a 900 millióra tagsált eddigi költségekkel szemben azt jelenti, hogy a háromból kb. két iskola felújításának a projektjét meg tudjuk csinálni, ha, és itt egy nagy ha, az idei évben ezt meg lehet csinálni. Hát a kormány nagyon beszorított minket, mert úgy tessék elképzelni, hogy amikor szeptemberben közölték velünk, hogy jó, mégis meg lehet csinálni, de 2023. december 31-ig kész kell legyen, úgy, hogy még akkor kellett az előző közbeszerzést érvénytleníteni kormányzati engedéllyel, kiírni egy újat kormányzati engedéllyel, azt sikeresen lezárni, leszerződni a vállalkozóval kormányzati jóváhagyással, és elvégezni és elszámolni a pénzzel dec 31-ig ekkora nagy 900 vagy hát akkor 650 millió forint körüli projekttel. Tehát ez egy nagyon kihívó feladat. Én remélem, hogy meg tudjuk oldani. Ha a kormányzat itt is hátráltatja a Hódmezővásárhelyet, akkor sajnos az Európai Uniós pénzt megint veszni hagyják, majd nagyon nem szeretnénk. A végére két országos hír. Egyrészt kezdjük a politikaival. A választani tudó biztos szavazóknál decemberben a medián a Fideszt 50%-ra mérte, de 3%-ot már kapott a Mindenki Magyarországa mozgalom is, és ezzel például megelőzött olyan régi pártot, mint az MSZP, amelyik e szerint a mérés szerint 2%-on áll. Meg a Jobbik. Jobbik is. A Jobbik 5%-on, a néppártján, a Jakab-féle néppártján a 2%-os. Lesz a Mindenki Magyarország a mozgalomból párt, ezt így felszoktuk tenni. Mindig ezt tudom, hogy soha. Tehát nem a pártból, nem a mozgalomból lesz párt, hanem a mozgalomnak lesz egy pártja. Tehát ez egy más dolog, tehát azt jelenti, hogy a mozgalom megy tovább. Mi továbbra is a Mindenki Magyarország a mozgalmat tekintjük az alapnak. Például az önkormányzati választáson nem kell párt, simán egy mozgalom is részt vehet, lehet jelölőszervezet. A Tiszta Vásárhelyet Egyesület is jelölőszervezet, meg a Mindenki Magyarország a mozgalom is jelölőszervezet Hódmezővásárhelyen a jelenlegi 8 fős civil frakciónk mögött. Nos, ettől függetlenül, mivel lesz egy európai parlamenti választás, és ott kell, hogy az Európai Néppártnak, amely a legnagyobb pártcsalád az Európai Parlamentben, legyen egy hiteles, becsületes képviselője Magyarországon, amelyet ők is felvállalhatnak. Ezért, bár ilyen gyorsan egy újonnan majd megalakuló párt az nem tud csatlakozni az Európai Néppárthoz, de elindítjuk majd ezt a pártlapítást, elindítjuk a csatlakozási folyamatot, és részt kívánunk venni a 2024 tavaszi európai parlamenti választáson, ott már mint párt.
Tehát magyarul bár a mozgalom az nem alakul párttá, de mi egy új pártot indítunk, ennek a bejegyzése már folyamatban van, és természetesen ugyanazon elvekért fogunk küzdeni ott is. Szerintünk nem az általunk jobboldali által is tiszteletben tartott baloldali értékek, tehát nem a jobb és a baloldal a fontos, hanem a tisztesség, a becsület a fontos. Tehát egy olyan európai, demokratikus jogállamban hívő, a korrupció elszámoltatása, a nemzeti vagyon visszaszerzése, a betelepített bűnöző migránsok kitelepítése, az ügynökakták nyilvánossága, az euró bevezetése, az infláció megfékezése, a minimálbér adómentessé tétele, az szükséges esetben akár magánegészségügyi ellátást is ingyenesen kell biztosítani, hogyha valakinek az élete ezen múlik. Tehát ezeket, amit a kampányban nagyon sokszor elmondtunk, hogy milyen lenne egy emelkedő Magyarország, mi a jövőben is mozgalomként is, pártként is ezeket az értékeket fogjuk képviselni. És megtisztelő, hogy még nincs is párt, de már viszonylag jelentős támogatást mérnek. Hát persze nyilván ez a Fidesz támogatásához nem mérhető, de mindazoknak, akik itt arról szoktak beszélni, hogy hát az ellenzék hibája az, hogy nem váltja le a Fidesz, tehát mondom, a Horthy rendszerben is lehetett volna, de teljesen ostobaság lett volna szidni az ellenzéket azért, mert nem váltotta le Horthy Miklóst, vagy a Kádár rendszerben szidni azért az ellenzéket, a demokratikus ellenzéket, hogy nem váltották le Kádárt. Ebben a rendszerben sem lehet. Orbán rendszerében Orbánt nem lehet leváltani, mert nincsenek demokratikus választások, nincsen többpárti médiarendszer, nincs jogállami alkotmányunk, amiben fékek ellensúlya korlátozzák a hatalmi visszaélést, vagy garantálnák azt, hogy a bűnözőket börtönbe csukják. Tehát, hogy mindaddig, amíg ezek a feltételek nem adottak, addig a pártok azok részt vehetnek ugyan a választáson, de hát esélyük sincs leváltani a Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát. Végezetül mit szól a benzinárakhoz? Itt 650 forint felett van, már úgy értem, hogy Magyarországon, és közben a környező országokban alacsonyabb a benzinára, még Ausztriában is 577 forint a január másodiki állapot szerint forintra átszámolva, de Szlovéniában például 500 forint alatt van. Hát erre is azt szoktam sajnos mondani, hogy mindaddig, amíg olyan politikusaink vannak, akik csak a saját zsebüket tömik, és közben mindenféle hazugsággal etetik az embereket, itt nagyon boldogak az emberek, boldogok, hogyha emelik az árakat, boldogok, hogyha kevesebb lesz a fizetésük, boldogok akkor is, hogyha ellopják a vagyonukat, mert nagyon örülnek annak, hogy nem a melegek, meg a migránsok és a többi a legnagyobb problémájuk. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg a propaganda el tudja takarni ezeket a fölháborító gyengeségeket és nem létező veszélyekkel riogatja a magyar lakosságot, addig, amíg sikerül a lakosságot sötétben tartani és folyamatosan manipulálni ilyen propagandahagyjáratokkal, addig a kormány megteheti, hogy Magyarország az egész Európai Uniónak a legszegényebb, leghalálozóbb, legkorruptabb országa legyen. Látjuk azt, hogy hova vezetett ez a politika. A fideszes Matolcsy György Nemzeti Bank elnök elmondta azt, hogy nem a háború és nem is a szankciók, hanem a kormány hibás gazdaságpolitikája miatt. Magyarország most az Európai Unió idén. Magyarország az Európai Unió legsérülékenyebb, legrosszabb gazdasági helyzetben lévő országa lett. Tehát ez önmagában elárulja, még egyszer mondom, a fideszes jegybank elnök mondta ezt. Nem csak az ellenzék, nem a szakértők, a független szakértők, hanem maga a fideszes jegybank elnök. Tehát nyugodtan elhihetjük neki. Tényleg az a kormánynak a hibás politikája az, hogy nálunk a legmagasabbak az adók többek között, és minden ilyen extra adó, extra profit adó, és a többi, az mind-mind átterhelik a cégek a fogyasztókra. Hiába mondják azt, hogy de az emberek fizessék meg. Hát most is látjuk, hogy a benzinárak minden más országnál magasabb szintjét kifizeti meg. Hát az emberek fizetik meg. Az élelmiszerárak. Hiába voltak árstoppok, sőt, az árstoppok kimondottan felhajtották az élelmiszerárakat, minden nem, a befagyasztott termékek nem kaphatóak, az összes többi terméknek az ára pedig minden más országnál magasabban emelkedett. Sehol nem volt olyan élelmiszerárdrágulás a világon talán, mint Magyarországon. De legalábbis az Európai Unióban nem. Tehát hiába ezek a, mondom, néphűtéssel meg lehet próbálni ideig, óráig ezt szőnyeg alá söpörni, vagy eltakarni az emberek szeme elől, de hát ha bemegy a boltba, vagy tankol a benzinkúton, akkor rá fog jönni, hogy Magyarország alacsonyabbak a bérek is, magasabbak az árak. Én annak idején az Egyesült Államokban éltem 10 évvel ezelőtt, most éppen átszámoltam, hogy kb. 3-szor ennyit keresnék, hogyha ott maradtam volna éppenséggel. De nem csak ez, hanem az árak is alacsonyabbak. Tehát nem csak a fizetések magasabbak Amerikában, hogy ott a minimálbér, hogyha átszámoljuk, most az 480 000 forint.
csak most arról beszélünk, hogy a 200 ezeret azt megemeljük-e 15%-kal, illetve hát örülök neki természetesen, hogy megemelik, de hát 20%-os infláció, 40%-os élelmiszerár mellett 15%-kal emelni a minimálbért vagy a nyugdíjakat, az azt jelenti, hogy egyre szegényebbek lesznek a magyarországi emberek. Visszatérve a benzinárakra, tehát én amikor az Egyesült Államokban éltem, és volt egy nagyon komoly gazdasági válság 2008-9-ben. És az annyiban érintett engem is, hogy addig egy fél órai keresetemből tankoltam teli az autómat. Egy fél órai béremből. Amikor jött a válság, akkor egy órai bérem lett. Megduplázódtak a benzinárak az Egyesült Államokba, és ott már akkor hirtelen ilyen tényleg hatalmas áremelkedéssel egy egész órai keresetembe került teli tankolni az autót. Tehát, hogy más azok az országok, és akkor itt a propaganda arról beszél, hogy ott szülnek a férfiak, és megfagynak az emberek. Nem fagynak meg, köszönjük, nagyon jól vannak, mert nem tolvajok a politikusaik. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban. Kedves nézőink, Önök Időben című műsorunkat látták 2023-ban először. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!